idén hamar köszöntött be a tavasz, de a gyakorlott kertészeket valószínűleg nem érte felkészületlenül a hirtelen beköszöntött felmelegedés. Vannak olyan háztáji kertészkedők azonban, akik talán idéntől szeretnék elkezdeni szakszerűbben gondját viselni az udvaron fellelhető növényeknek. Újonnan induló műsorunkkal és természetesen meghívott kertészmérnökünkkel a tavaszi kertályi munkálatokba pillantunk bele, hogy aki kezdő tanulhasson, aki gyakorlott ismételhessen. Első alkalommal a fák karbantartását szemrevételezzük, de ültetünk egy csemetefát is, valamint megtanulhatjuk a szakszerű gyümölcságoltást is. Meghívott szakemberünk Ferenc Lehel, Gyergyószent Miklóson élő kertészmérnök, aki már több éve foglalkozik hivatásosan a kerti fákkal, ráadásul kertészeti tanfolyamokat is vezet, így nagy gyakorlattal adja át nekünk az alaptudnivalókat. A forgatás helyszínéül választott, egyszerű, tipikusnak mondható csíkszeredai udvaron is egy öreg fával kezdjük a kerti munkálatot. Itt a tavasz, nagyon szép idő van, kertészeknek ilyenkor van az úgymond kibontakozási lehetőség. Kibontakozásnak első válfaja egy öreg fának a felépítése. Egy öreg fa általában a kertben mindennapos látvány. Ebben az esetben is el van nőve a mi fánk. Ezt a fát szeretnénk visszahozni. Mindig arra törekszünk, hogy lehetőleg a koronát a földhöz közel hozzuk, illetve a törzstől direktbe kapjon tápanyagot, hogy jobban tudjon fejlődni, illetve termést hozzon. Mert az, hogy két évente terem a fa, az azért van, mert első évben ő vegetatívan fejlődik, tehát lombozatot hoz, és megpróbál minél több energiát és tápanyagot raktározni, majd következő évben az utódokra fordítsa a hangsúlyt, és akkor kezdi igazán megfelelően termést hozni, és ebből utódokat képezni. Mi esetünkben a termésen van a lényeg, de ki kell alakítani egy megfelelő egyensúlyt. Na ezt az egyensúlyt most első évben nem sikerül kialakítani, de abban az esetben, hogyha már visszahozzuk a koronát a törzshöz közeli állapotban, már nagyon sokat nyertünk a kertbe. No, de kezdjük el a munkálatot, mert eléggé sok munka vár ránk. Ez egy nyújtott nyelű fűrész, illetve egy olló. Használunk ágnyesó ollót, valamint ez egy asztalos fűrész. Kertész fűrész lenne igazán a megfelelő, de sajnos most ez áll rendelkezésünkre. Székely leleményesség alapján hát most ezt fogjuk használni. Eltérés az asztalos fűrész, illetve a kertész fűrész között. Az asztalos fűrész nem engedélyezi az egyirányú mozgást, illetve a kisebb helyekre történő beférést, illetve a vágási felület. Az asztalos fűrész taszításra vág, a kertész fűrész húzásra. Ez az eltérés, de remélhetőleg megélünk vele. Jó, kezdjünk hát neki! Miközben Lehel a fánkat metszi, elmondja, hogy gyakori az elhanyagolt öreg fák betegeskedése. A tünetek közé tartozik a két évente jövő termés és az apró beteg gyümölcs. Egy szakszerűen elvégzett metszés azonban nagy javulásokat hozhat öreg fánk életében. Mint megtudtuk, almafánk most egy részleges ifjítást kap, ami abból áll, hogy a koronáját részlegesen visszametszük, de hagyunk rajta elég termőfelületet, hogy idén is hozzon gyümölcsöt. Nagyon lényeges, mikor nagy ágakat vágunk le, abban az esetben végezzünk alól is bemetszést, hogy ne hasadjon le az ág. Ez az ágrész befele tört, illetve felfele. Beárnyékolta a korona belső felét, és nagyon felment. Ezt próbáljuk visszahozni, és ezért kellett eltávolítani. A korona visszametszésénél tehát figyeljünk a következő szempontokra. 1. A koronának világosnak, levegősnek kell lennie. 2. A törzshöz közelre metszük vissza az ágakat, azok lehetőleg oldal irányba mutassanak. És 3. A nagy ágaknál kétoldalú bemetszést alkalmazzunk, hogy ne hasadjon be az ág, ezzel megsebesítve az élő farostokat. A csonkot eltávolítom azért, mert a csonkból nagyon könnyen fog sepűzni a fa. Ilyen öreg fák esetében javaslott az is, hogy kezeljük az ilyen nagy sebb felületeket, azért, mert önmaga nem tudja kezelni ezeket. A
A sebkezelés történhet olajfestékkel, mélyviasszal. Mélyviaszt kevésbé ajánlom azért, mert a méhek elhordják, illetve lehetséges még gépzsírral is, hogyha más nem áll rendelkezésünkre. Az akrobatikus mutatványok közepette szakemberünk elmondta, hogy a fák, főleg a gyümölcsfák rendszeres meccése szó szerint gyümölcsöző tud lenni. A termés nagyobb, egészségesebb lesz, mivel a fa a meccésnek köszönhetően hatékonyabban tudja értékesíteni a tápértékeket. A nagyobb ágak lefűrészelése után egy jól vágó metszőollóval a kisebb hajtásokat és a termőágakat is vissza kell vágni, a nagy ágakhoz hasonló elvek alapján. Ott, ahol vízhajtások vannak a tövön, ott meghagyjuk a leggyengébbiket. Miért a leggyengébbiket? Azért, mert azok direktbe kapnak tápanyagot a tőtől, hogyha a legerőteljesebbet hagynám meg, abban az esetben nagyon elnövekedne, és nem rakodna be megfelelően termőrészekkel. Itt is elütöm a növekedését oldalra. Itt, hogyha megfigyeljük, három vesző van egymás mellett, és itt termőfelületre hozom vissza a növekedését, illetve itt visszaveszem egy kis erőteljesebb. Itt van három ág, a vízszinteshez közeli ágat meghagyom, többit csonkmentesen eltávolítom. Abban az esetben, hogyha csonkot hagyok, csonknál erőteljesen ki fognak fakadni a rügyek, az alvórügyek, mert almafáról beszélünk, és ezek el fogják söprűsíteni az adott felületet. Megtudtuk, hogy a fák tavaszi meccésével meg kell várni a mínusz 5 fokos hidegek elmúlását, mivel a fagyban könnyen megsérülhetnek az érzékeny farostok. Miközben Lehel már lassan egy órája dolgozik, a szépülésre és hát gyógyulásra váró almafánk szemmel láthatóan megvilágosodik. A fáról lemászva szemrevételezzük a fa jövőjét, egy felfelé növekvő ágacskát. Kertészmérnökünk elmondta, hogy ez a kis ág veszi át idővel a jelenlegi törzs helyét, így azt gondosan kell ápoljuk. Nagyjából az egyik ágon elvégeztük az ifítást. Ez az állapot az, amikor a háziasszony megkérdezi, hogy ez muszáj volt. Hát ténylegesen muszáj volt, azért, mert el van öregedve a fa. Visszavágtuk az ágrészeket, még a legvégéből lehet visszavonni, egy kicsit el van nőve még oldalra. Ennyire sikerült, ennyire engedték a szerszámok, illetve a nagy terebélyessége nem tette lehetővé azt, hogy kimenjünk a korona legkülső felére. Ennyire sikerült idővel, majd még lehet visszajönni egyre jobban a törzshöz közel. Az a lényeg, hogy alul már van egy nagyon szép kis ágrész, arra majd vissza lehet vágni a teljes fát, közben hozzuk vissza fokozatosan a koronát. Az öreg fa gondozása után rövid időre letesszük a metszőollót, és egy sokkal fiatalabb fácskának sorsát vesszük a kezünk alá. Következő lépésként egy vajalmafa csemetét ültetünk el szakemberünk segítségével. Megtudtuk, hogy a törvény előírása szerint csemetét a kerítéstől minimum 2 méterre kell ültetni, valamint ha több fát ültetünk, ajánlott, hogy egymástól is bő 5 méteres távolságra legyenek. Mint minden ültetésnél, itt is gödörásással kezdünk, bár előtte azért jó, ha beszerezzük az ültetnivalót. Csemetét optimálisabb, hogyha a faiskolába szerezzük be, azért, mert akkor felelősségre vontható az adott szaporító bázisnak a vezetője, hogyha netalán nem megfelelő minőségű a fa. Nagyon gyakori eset az, hogy kipusztul a fa, illetve már vírusos megbetegedést hordoz magába. Ezért jó, hogyha faiskolából szerezzük be vírusmentes szaporítóanyagot. Első művelet, a gödörbe szerves trágyát juttatunk. A szerves trágya minden esetben legyen érlelt szerves trágya. Szerves trágyát juttatunk a gödörbe. Szerves trágya fogja biztosítani a gödörben a tápanyag utánpótlást a kis fánk számára. Szépen elterítsük a gödör fenekén a szerves trágyát, és termőföldet rakunk azért, hogy a gyökér semmi esetre sem találkozzon direkt módon szerves trágyával. Még összekeverjük vele
illetve kezdetét veszi az ültetés. Az ültetésnek egy lényeges mozdanata a gyökér visszametszése. Gyökér visszametszése úgy történik, hogy a vastagabb gyökereket visszametszük, és megnézzük, hogy a metszési felület teljes mértékben fehér. Hogyha nem fehér, akkor vissza kell menni addig, ameddig a teljes metszési felület fehér. Ha barna, abban az esetben arról árulkodik, hogy az adott gyökér ki van száradva. Szerencsénkre nagyon szép, egészséges, raktározó gyökereink vannak. A kis felszívó gyökereket visszavágjuk 1-1,5 centire azért, hogy a fa nagyon sok felszívó gyökeret fejleszten, ezáltal fogja pótolni a vízhiányát. Gödörbe történő beállítás az úgy történik, hogy az oltási pontot minden esetben a föld felszín fölött hagyjuk legalább 3-4 centivel. Amikor a gyökérzetnek a fele be van takarva szépen földdel, megtömörítsük a gyökérzet körül a földet azért, hogy ne kerüljön légbuborék közvetlen a gyökér mellé, mert abban az esetben elhal ott a gyökérzet. Jól meg kell tömöríteni az adott földet, illetve be is locsoljuk. A kis facsemete már-már áll a lábán, ahogy mondani szokás, azonban egy kis segítséggel könnyebben tud tápanyagokhoz jutni, ezért kitányírozzuk körülötte a földet. Egy kis locsolás, és majdnem készen is vagyunk az ültetéssel. Csak hogy kertészmérnökünk most is olyat mutat, amire nem gondoltunk, pedig a felnőtt fa formáját leghamarabb ezzel a lépéssel tudjuk megalapozni. Kora tavasszal elvégezzük a koronával a metszést. Koronalakítás első mozzanata ez, amikor törzsmagasságtól számítsuk azt a pontot, ahol szeretnénk, hogy induljon a korona, az általában 80 centi. 80 centinél szoktuk indítani a koronát, 80 centitől számítunk 5-6 ép rügyet, és a legfelső rügy fölött slégen levágjuk a gyümölcsfát. Ez egy erőteljes, drasztikus beavatkozás, a legfelső rügy tovább fog növekedni, és az alsó 4-5 rügy fogja képezni az alsó ágemeletet. Most már csak maradjon meg. Elültettük a kis vajfát, remélhetőleg pár év múlva megízlelhetjük majd gyümölcsét is. Az ültetéstől az első termésig azonban a csemete nagyon sok veszélynek van kitéve. Betegségeknek, fagynak, kiszáradásnak, esetleg hanyaggazdáknak. Éppen ezért nagyon sok háztáji kertészkedő gyümölcságoltással gyorsítja fel az első terméshozást. A nemrég elmúlt március 25-i gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe alkalmából megkértük Lehelt, hogy mutassa be nekünk a szakszerű gyümölcságoltást is. Itt történetesen egy mirobolán szilva látható, eléggé tövises, kényelmetlen a szüretelése, illetve nagyon későn fordul termőre, ezért javasolt egy kék magvaválló szilvára az átoltáson. Ahhoz, hogy átoltsuk, szükséges eltávolítani tőkenyakban a teljes vad koronát. Kiválasszuk a sima felületet, egy olyan sima felületet, ahol az oltás különösebb gond nélkül elvégezhető. Lefüreszeljük a koronát. Lehetőleg arra vigyázva, hogy sérülést ne ejtsünk semmi esetre sem a csónkon. Hát én már ez csak tűzifára való. Le van fűrészelve a felület, a fűrészelés következtében ilyen bajuszos lett a felület, ezért le kell pucolni. Lepucolás nagyon éles oltókéssel történik, de hogyha nincs rendelkezésünkre oltókés, abban az esetben bármilyen éles szerszámmal ezt elvégezhessük. Egy nemes szilvafáról vett egyéves vesszőről, az egyéves növekedésnek a középső harmadából fogjuk kialakítani az oltócsapot. Az oltócsap kialakítása úgy történik, hogy rügy mellett levágjuk szépen a vesszőt, felfektessük a rügyet az ujjunkra, és oltókéssel egy egyenes meszlapot vágunk ki,
olyan formán, lehetőleg ne sértsük meg. Amikor levágtuk a meclapot, megfordítsuk, az ujjunk semmi esetre se érintkezzen a vágási felülettel, azért, mert oxidálja az új begy a vágási felületet. Ismételt bevágást készítünk, és egy ékszerű oltócsapot kell, hogy nyerjünk. Semmi esetre sem fogom meg a meccési felületet, hogy nehogy véletlenül károsítsam. Belehelyezés az úgy történik, hogy a külső rügyre helyezem bele, illetve teljes mértékben színeljem az adott háncsrész az adott háncsrészsel. Tehát itten a kéreg a kéreggel érintkezzen, és teljesen színeljen. Még lehet hozzásegíteni, feszíteni ahhoz, hogy a színelés tökéletes legyen. Amikor behelyeztük az oltócsapot, visszavágjuk két rügyre. Fölösleges nagyobb, több rügyet hagyni, azért, mert itt fog kapni a kis oltócsap vizet, illetve tápanyagot, hogyha többet hagyunk, kifakad a lombozat és nagyon párologtat. Az is lehetőséges, hogy egy másik oltócsap, másik fáról veszünk egy hasonló oltócsapot, és kétfélét lehet beleoltani ebbe a tönkbe. Mi most azt csináljuk, hogy biztonsági okokból ugyanazt a fajtát beleoltsuk a túlsó felébe is. Ezt követi a kötözést. Kötözésre oltó szallagot szoktunk használni, amennyiben nem áll rendelkezésünkre, lehet egyszerű nylon polietilént használni, vagy lehet még szigetelő szallaggal is sokan próbálkoznak, van amikor hatásos, ellenben a szigetelő szallagnak van a ragasztó felülete, az nem minden esetben kedvező gyümölcsfáink számára. És elkezdjük az oltási pontnak a betekerését, úgy, hogy a sebb felület teljes mértékben takarodjon el. Az oltás arra való, hogy egy vad részt átalakítsunk termőrészé, mégpedig len klónt képezünk, teszem fel egy nagyon jó fajtát, leoltsuk, ezáltal olyan gyümölcsöt kapunk, illetve az oltás az lerövidíti a termőre fordulást. Míg magról egy fa termőre fordulásig eltel 5-10 év, diófa esetében 12 év is, addig oltással ez lerövidül 3 év, illetve diófa esetében 6 évre. Tehát ezért jó az oltás, ezért alkalmazzuk, és már itt ki van alakulva eleve a gyökérzet, ez pumpálja a tápanyagot a kis oltócsapokba, kifakadnak a rügyek, és erőteljes fejlődésbe lendül. Amire kell vigyázni, hogy mi itt a vadra ráerőltettünk, úgy szoktam mondani, egy mostoha gyermeket. Mostoha gyereket erőltettünk rá, abban az esetben, hogyha neki lesz édes gyereke, akkor mostoha gyereket el fogja rúgni. Erre kell vigyázni, lehetőleg alulról ne törjön elő saját hajtása a vadnak. Valamint sebb felület kezelésére szoktunk használni oltóviaszt. Lehet otthon házilag is mélyviaszt használni, illetve szesszel összekeverni. A szesz az fertőtleníti a sebb felületet, illetve lezárja és nem engedi, hogy párologtasson. Abban az esetben, hogyha jól dolgoztunk, remélhetőleg 3 éven belül nagyon szép gyümölcsünk lesz, illetve gyümölcsfánk a kertben. Most már tényleg bebiztosítottuk magunkat gyümölcsterméssel, bár udvarunkon még bőven van tennivaló. Kertészmérnökünk útmutatásai alapján hozzáláthatunk a többi fa meccéséhez, további csemeték elültetéséhez és újabb gyümölcságok oltásához. Valószínűleg a munkálatok nem fognak olyan könnyen menni nekünk, mint szakemberünknek, de egy kis tanulással és gyakorlással igazán élvezetessé tehetjük a tavaszi kertészkedést.
Mi legalábbis nagyon szerettük Ferenc Lehel útmutatásait, ezért jövő héten folytatjuk kertész műsorunkat. Akkor a fák tavaszi lemosásával, a rózsatövek meccésével és magvetéssel várjuk Önöket. Addig is kellemes kertészkedést mindenkinek, aki teheti.